Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják, kérem tekintsék meg műsorajánlónkat. Kedves nézőink, a Varróban készülnek a szakmák éjszakájára, témával kapcsolatban aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége Szabó István, a Varró István szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium igazgatója. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Szabó István, a Karcagi Szakképzési Centrum, Varró István szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma igazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Azért hívtuk ma meg egy stúdió beszélgetésre, egy stúdió interjúra, mert készülnek egy nagy rendezvényre, ami gyakorlatilag egy országos rendezvény, ez a szakmák éjszakája. Mikor csatlakoztak önök ehhez a programhoz, és talán beszéljünk arról, hogy mikor indult ez a program? Hát igazából ez a program tavaly indult, a Nemzetgazdasági Minisztérium az, aki ezt útjára bocsátott ezt a programot, és nagyon szép eredményt ért el már az első évben. Sok látogató volt, hát nem újdonság ez, hogy éjszakára programokat szerveznek különböző intézmények. Így volt ez a mi esetünkben, és hasonlóan a többihez, akár a múzeumokhoz, stb. Szintén sikeres volt, a Varróban is sikeres volt egyébként, ez nagyon. Nem volt ez szokatlan, tehát hogy éjszaka rendeznek programot? Mert ugye van a múzeumok éjszakája, amit említett, de az már ugye évekre visszamenőleg hagyomány. Mit szóltak ehhez például az önök iskolájában, akár a diákok, akár a tanulók? Én úgy gondolom, hogy a részvételi arány mutatta, hogy hát ez nem volt szokatlan. Nyilván ez egy érdekes dolog, tehát mindenképpen hozzájárul, felkelti az emberek érdeklődését, hogy vajon észre van, mit tud megmutatni egy iskola magából, amit nappal nem látnak. Hát nagyon sok mindent meg tud mutatni, nyilván azt az életet, amit nem biztos, hogy hétközben mindenki érzékel, sokkal színesebb, sokkal gazdagabb bemutatkozás ez az iskoláknak. Én úgy gondolom, hogy tavaly nagyon szép volt a részvételi arány, a létszám, és hát ez azt mutatta, hogy tényleg elfogadták az emberek az, hogy éjszaka kell menni egy iskolába. Arról már hallottam, hogy esti iskola, de ez nem az volt, és ez sem az lesz. Úgyhogy én bízok benne, hogy most is hasonlóan jó látogatottságú lesz. Úgy néz ki az előzetes jelzésekből, hogy valóban fognak jönni látogatók, fognak jönni diákok, vannak már csapatok, akik jelentkeztek, hiszen a program az eléggé változatos, és ebben helye lesz a szakmák megismerésétől kezdve a vetélkedőig mindennek. Erről majd mindjárt beszélünk egy picit részletesebben. Azt mondta, hogy már előzetes visszajelzések vannak. Hogyan szervezik ezeket a rendezvényeket, illetve konkrétan ezt a rendezvényt? Fölveszik általános iskolákkal a kapcsolatot, megkeresik az igazgatót, vagy a vezetőt, hogy lesz egy ilyen rendezvény, szervezik a létszámot, vagy hogyan kell ezt elképzelni? Igen, hát igazából, hogyha magára a szervezésre gondolunk, akkor vissza kell menni. Tehát ugye a életre hívója ezt megkérdeti. És utána az iskoláknak kell készíteni egy programot. Most itt jön elő tényleg az a kreativitás, ami benne van a tantestületben, hogy olyan programokat összeállítani, ami változatos, ami tényleg újszerű is, illetve hangzatos, jól, tehát tényleg az emberek számára sok mindent kifejez, és érdekessé is teszi a rendezvényt, tehát az első ez. És akkor összeállította az iskola a programot, és nagyon büszkén mondhatom, hogy amikor elküldtük, akkor nagyon megdicsérték, változatosnak, kreatívnak találták a programunkat, illetve különlegesnek is abban a tekintetben, hogy nem sok volt még akkor a beérkező programok között, akik külföldi iskolával is felvették a kapcsolatot, és be tudtak vonni
külföldi intézményt, így volt ez a mi esetünkben, úgyhogy ez egy ilyen plusz dolog még a mi esetünkben, és nyilván onnan kezdve, amikor megvannak a programok, elkezdjük ennek megfelelően szervezni a kollégákat pontosan, hogy ki mit fog csinálni, illetve az iskolákkal felveszünk a kapcsolatot, plakátokat küldünk ki személyesen, a mai napon is fognak iskolákat megkeresni a kollégáink, és hát mivel itt csapatokat is várunk az iskoláktól, várjuk a nevezéseket, és természetesen megkeresünk olyan cégeket is, akik tudnak nekünk ebben segíteni, az iskolánk profiljához jól illeszkedő bemutatót tudnak hozni. Ilyen például az Ecskem, amely szintén tavaly is volt, és most is meg fog jelenni kint a Laktanya úti tanműhelyünkben, és érdekes bemutatót fog tartani. Helyi vállalkozókat megszólítunk, hogy tiszteljenek meg bennünket. Természetesen, és nagy örömmel vettük, hogy főigazgató úr, Pardi Sándor főigazgató úr is elfogadta a meghívásunkat, és ő nyitja meg majd a rendezvényt. Akkor ugye műsorral is kedveskedünk, ezt is meg kell előre szerezni. Tehát nagyon szerteágazó ez, és akkor még jöttek ugye a diákjaink, és jött a szülői munkaközösség, akivel szintén zajlik az egyeztetés, szintén közös program lesz, főzni fognak. Tehát akkor megy az ötletelés, ha jól értem, és mindenki kiveszi a részét összefogással. Így van. Tegnap volt pontosan egy olyan nagy rendben a Kunar Előttesületi Értekezet, ahol tényleg most már tisztáztuk, hogy hol tartunk, mint tartunk, és nekem nagyon jó érzés volt ezt látni, hogy a kollégák lelkesen kézben tartják a saját feladataikat, és halad előre szépen a dolog. Remélem, hogy meg lesz az eredmény is. Mik voltak a visszajelzések a tavalyi év tekintetében? Melyik volt a legsikeresebb programelem? Igazából nagyon jók voltak a visszajelzések. Volt helyi zene, tehát ugye az egyik kollega zenén, és akkor ő szolgáltatta, tehát ez is egy olyan dolog volt, ami újdonság volt számukra, illetve a látogatók számára, mert nyilván ez teljesen egy új dolog az iskola életében, és igazán minden, ami akár a szakmákhoz tartozik, ugye hiszen itt is majd lesz több szakmát, meg lehet ismerni, tehát ezek mind olyanok voltak, amelyekre bevők. De nem meglepő ez, hiszen amikor beiskolázási körúton vagyunk, vagy ilyen kiállítások vannak, akkor is azért a mi standjainkat nagyon sokan szokták látogatni. Tehát tudják a kollégák, hogy kell megmutatni a szakma szépségeit, és vevők is rá. Ki a célközönsége, vagy kik a célközönség ennek a programnak a tekintetében? Tehát arra gondolok, hogy elsősorban általános iskolásokat várnak? A célközönség mindenki, de azért pontosabban, tehát 6., 7., 8. diákokat várunk, hiszen ők ott vannak még a szakmaválasztás, iskolaválasztás előtt, tehát ugye nyilván ők célközönség. Várjuk a szüleiket. Azért várjuk, mert azért a szülőnek döntő befolyása van abban, és nagy felelőssége, hogy a gyermek milyen irányba megy tovább, és úgy gondolom, hogy a szakma tanulása ez egy jó irány. Ez egy nagyon, nagyon pozitív irány, amiben tényleg a jövő, a szép jövő lehetősége benne van, és a tovább lépés lehetősége is. És várjuk a szülőket azért is, mint leendő tanulókat, hiszen felnőtt képzésben is az iskola egyre inkább kiterjeszti, színesíti a képzési palettáját, és lehetőség van arra, hogy a szülők újabb szakmákat tanuljanak esetlegesen ingyenesen. Azért a mai változó világban nagyon jó az, hogyha gyorsan tud az ember esetleg egy új szakmát szerezni, és tényleg boldogulni vele az életben. Várjuk a általános iskolai pedagógusokat, hiszen az ő szavuk nagyon sokat számít. Fontos, hogy ők is megismerjék pontosan az iskolát, nézzék meg, hogy hová is lehet küldeni a gyermekeket, mit lehet javasolni. A szülők nagyon odafigyelnek arra, amit az osztályfőnökök mondanak pályaválasztás előtt, és azt szeretnénk, hogyha tényleg 6-tól már ez téma lenne, és nagyon komolyan vennék, és ismerkednének az iskolákkal, ezért őket is nagyon várjuk. Várjuk az idősebbeket is, hiszen most is fut olyan programunk, amely a digitális szakadék csökkentését célozza meg, és itt kimondottan idősebbek jelentkeznek nagyon nagy örömünkre. Ez mit jelent egészen pontosan? Ez igazából az, hogy az informatikával ismerkednek azok a felnőttek, akiknek eddig nem volt lehetősége, és akkor megtanulják azokat a
technikákat megismerkednek vele, hogyan tudnak majd e-mailt küldeni, olvasni. Tehát azért ezek fontos, hasznos dolgok, és nagyon, nagyon örülünk neki, hogy az idősebbeket ez érdekli. Úgyhogy igazából várunk mindenkit. Egy nagyon érdekes dolgot mondott, mert én emlékszem arra, amikor mondjuk én általános iskolás voltam, akkor ugye az osztályfőnök elmondta, hogy kit hova javasol, hogy gimnáziumba, szakközépiskolába, szakmunkás képzőbe, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ez ma is így működik? Ugye az osztályfőnökök tesznek javaslatokat? Bizonyára ennek így is kell azért működni, hiszen az osztályfőnökök tisztában vannak azért a gyermeknek a képességeivel. Egy picit objektívebben látják a gyermeknek a teljesítményét. Az iskolákat is azért valószínűleg jobban ismerik, mint a szülők, tehát nagyon-nagyon fontos szerepük van. Nyilván ez felelősség is a részükről, nagyon nagy felelősség, ezért is lenne fontos, hogy ők is megismerjék az iskolát. Sajnos nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy nincs rendesen körüljárva, és akkor a gyermek vagy azért, mert ez első az érettségiben, ne tanuljon még szakmát, illetve hát különböző, tehát nem jól mérik fel azért a lehetőségeit, képességét, és bizony utána szeretne átjönni hozzánk, amikor látja, hogy nem tudja azt a teljesítményt ott produkálni, nyújtani, amit elvárnak tőle, tehát nagyon-nagyon fontos lenne, hogy mindenki, aki tanácsot adhat, az tényleg egy olyan tanács legyen, ami reális, ami illeszkedik a gyermeknek a képességeihez, és nyilvánvalóan szolgálja azt, hogy olyan szakmát tanuljon, ami utána tényleg hasznosítani tud. Visszatérve, hogy kit várunk, nyilván a gimnazistákat is várjuk, hiszen itt a gimnázium után ott vannak nagyon sokan, hogy nincs szakmájuk. Nálunk lehetőség van arra, hogy beszámítással gyorsan szakmát tanuljanak, tehát nem is tudom, hogy kit nem sorol, még a bölcsődét, óvodát nem mondtam, de ők is jöhetnek egyébként. Mikor lesz egészen pontosan ez a rendezvény, hát erről még nem beszéltünk. Igen, erről még nem beszéltünk. 21-én lesz, és akkor ez 18 órakor kezdődik, és 22 óráig, tehát valóban bele fog nyúlni az éjszakába. Tehát ez jövő héten pénteken lesz. Így van, jövő héten pénteken lesz, és két helyszínen, a Varró úti intézményünkbe, illetve kint a Latonya úti tanműhelyünkbe, központi tanműhelyünkbe. Hozott egy pici segítséget a programokról. Kell is az, hogy belenézzen, hiszen nagyon sok program lesz aznap este. Kettcsinálóként avassuk be a kedves nézőket, hogy milyen programokkal várják az érdeklődőket. Jó. Hát én úgy gondolom, az előbb ugye beszéltem arról, hogy a kereszttúriak is részt vesznek ebben a programban, tehát már induláskor azt szeretnénk, hogy ők egyébként 13-án fogják ezt a programot lebonyolítani, mert szünet van. Tehát a lényeg az, hogy ők ezt felveszik, rögzítik, és mi ezt az anyagot már folyamatosan fogjuk vetíteni. Illetve hát igazából minden szakmánk, vagy a legtöbb szakmánk színre fog lépni. Lesz lehetőség az asztalosoknál, ugye, hogy ahogy szokták, saját kezűleg készítsenek, például a tányért díszítsék úgy, ahogy ők gondolják, lesz lehetőség arra a gépészeknél például, hogy hegyeztést gyakorolják. De magyarul, bocsánat, nem csak bemutatót nézhetnek meg az érdeklődők, hanem ők is fizikailag hozzáérhetnek ezekhez a dolgokhoz. Így van, ez döntő. Ez mindig nagyon fontos, hogy kipróbálják, lehetőség szerint hazavigyenek saját maguk által készített dolgokat, itt erre meg lesz a lehetőség. De tényleg csak kiragadva egy-két dolog, hát itt a rockzene szintén szerepel a műsorban, van a szakmák hét próbája, amiről az előbb beszéltem, hogy csapatokat várunk, hát itt is nagyon rafinált feladatok lesznek majd, reméljük szórakoztató feladatok, már van olyan iskola, ahonnan 4 csapat jelentkezett, úgyhogy reméljük, hogy tényleg nagy verseny lesz. Hát itt aztán tényleg onnan kezdve, hogy egy dobozba kell csavarokat összecsavarozni, százszámokat kell fölismerni, tehát nagyon sok minden lesz ebben a hét próbában. Akkor hát ugye a Varróban nem maradhat el a foci se, hiszen azért egy nagyon fontos dolog, tehát lesz egy szaki foci, amit szintén érdekesség, hogy a sztori tenisz bemutató lesz az érdeklődőknek. Az előbb beszéltem róla, hogy a szülői munkaközösség nagy örömünkre részt vesz, és ők a szaki paprikást fogják elkészíteni, szaki Éhen senki nem fog maradni, főleg nem fog maradni azért sem, mert lesz egy ilyen kis
Rahabili étterem névre hallgató helyünk, ahol a régi időket idézik meg, és itt például ilyen mini hordogot is lehet majd kapni. Tehát igazából lehet enni is, mert nagyon sokat lehet tanulni, és nagyon sokat lehet majd szórakozni. Lesz tánc, olyan, ahol kipróbálhatják tánctudásukat a fiatalok. Hát igazából itt a női szabóság, hát ez is nagyon szokták szeretni, ugye itt is saját maguk által elkészített dolgokat, ezeket el lehet vinni, ezek mindig nagyon, egyébként majd a hét próbában is szerepel természetesen ez a program, a női szabóság, hiszen ott is például gombokat kell felvarni, akkor célnát tűbe fűzni, úgyhogy lesznek ilyen érdekes feladatok és dolgok. Úgyhogy, és lehet még nagyon sok minden, akkor egy perc és nyelsz, ez is egy ilyen ügyességi, koncentrációs feladat, szintén része lesz, ez is a hét próbának is, tehát itt is lesz majd egy állomás. A testők is mindig nagyon nagy figyelemre tartanak számot, amikor kivonulunk valahová megmutatni magunkat, itt is erre számítunk, és itt is természetesen festegethetnek, pingálhatnak a gyerekek, kipróbálhatják az eszközöket, illetve a tudásukat. Én úgy gondolom, hogy többé-kevésbé azért, de a hasznosságot figyelembe véve, illetve szem előtt tartva próbálunk azért arra is felkészíteni embereket, hogy hát bizony a első segélynyújtás fontos dolog, és gyors segélykonyhába, stb. Amikor valamilyen sérülés szenved az ember, akkor tudja, hogy mit kell tenni. Tehát lesz egy ilyen állomásunk is, amely erről fog szólni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy valóban már ez a biztos van, amit kihagytam, de valószínű, hogy aki eljön, az minden egyes állomást meg fog tapasztalni, és ő fogja tudni, hogy mit hagytam most ki. Nagyon érdekes rendezvénynek ígérkezik, mi is tájékoztatni fogjuk természetesen a kedves nézőket arról, hogy mi is történt a szakmák éjszakáján, aki esetleg nem tud majd részt venni ezen a programon. Beszéljünk most egy picit az iskoláról, beiskolázás tekintetében hol tartanak most? Lezárultak már a beiskolázási folyamatok? Nem, még egyelőre csak a előzetes felvételi rangsor van meg. Várjuk most már, majd érkezni fog a végső felvétel. Igazából a beérkezett jelentkezési lapok, ami azért még túl sokat nem mutat, alapján bizakodóak vagyunk, 182 lap érkezett be hozzánk. Úgy látszik, hogy azok a szakmák, amelyek újak, újként szeretnénk beindítani, azokra is érkeznek nyilvánvalóan jelentkezések. Hát itt kíváncsian várjuk, hogy kik azok, akik elsőnek választottak bennünket. De én bízok benne, hogy azért ugye ez az egyik része, hogy a nappal is tanulókat hamarosan majd látni fogja, a másik viszont a felnőtt képzés, illetve a felnőtt oktatás, ami szintén fontos fejlesztési irány, és hát most is sikerült fél évkor, kezd fél éves képzést beindítanunk, pénzügyi számviteli ügyintézőket, és ezt szeretnénk tovább bővíteni, nagyon sok tervünk van. Igazából amit az iskola, a feltételeket meg tudja teremteni, és ezért ezt el kell mondani, hogy a centrum ebben nagyon jó partner, tehát ő is azon van, hogy Karcagon tudjuk a keresletnek megfelelően a kínálatunkat bővíteni. Vannak elvárások, vannak jelzések, most is vannak olyan szakmák, amik kimondottan ilyen vállalkozói jelzések alapján indultak be, és tovább is ezeket fogjuk igazából nagyon komolyan figyelembe venni, mert ez a célunk, hogy ezeket a kívánalmaknak eleget tegyünk. Tehát visszatérve itt izgatottan várjuk majd azt, hogy a felnőtt oktatáson mit tudunk tovább lépni, hogyan tudunk tovább lépni, terveink azok vannak. Azt mondta az előbb, hogy új szakmákat is indítanak a következő tanévtől. Melyek ezek? Igen, hát az egyszerű nevén mondanám például a gipszkartonozó. De akkor ami olyan régebben az iskola profiljában benne volt, villanyszerelőképzés nagyon kevés van, szintén egyszerűen víz, gáz, szerelőt, de szeretnénk beindítani a
gazdasági informatikust, hiszen az informatika területén azért nagyon nagyok a szakemberhiány és az elvárások is. Itt lépni kell előre mindenféleképpen, de felnőtt képzésben a mérlegképes könyvelőt mindenféleképpen szeretnénk indítani, tehát bőven vannak szakmák, amelyeket meg is hirdettünk, és vannak is rá jelentkezők, de akár faipari technikus, ami kimondottan egy vállalkozói kérésre kerülve a kínálatunkba, tehát próbáljuk a lépést tartani. Picit tekintsünk előre, ugye le fog zajlani ez a rendezvény, vélhetően nagyon sikeres lesz, április közepe van, lesz egy újabb rendezvény. Lesz nagyon sok rendezvény, mert... Most a ballagásra gondolok elsősorban, mikor lesz a ballagásuk? Igen, ez 5-én lesz. Május 5-én lesz, illetve hát ugye azért utaltam erre, hogy azonnal lesz, hiszen a Nagykun Diásport Viadal párhuzamosan zajlik. 20-21-22, igen, így van. És hát azon is részt vesz az iskola. Amint mondtam az előzetes beszélgetésünk során, a mai nap diákönkormányzatnak a rendezvénye van, döknap, úgyhogy sűrű, nagyon sűrű időszaknak nézünk el, és nagyon sűrű időszakot élünk el. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és sok-sok szép sikeres programot kívánunk Önöknek az elkövetkezendő időszakra, és nem sokáig vége jön a pihenés. Köszönöm nagyon szépen, hogy itt volt. Köszönöm, hogy meg kívást. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napokban történt fontosabb városi eseményeket összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőket! A Győr Fischer Nagy Kumúzeumban hamarosan nyílik Torok Sándor kiállítása. Dr. Nagy Molnár Miklós igazgatóval beszélgetünk. Torok Sándor nevét azért sokan ismerjük Karcagon. Mi az a legfontosabb információ, amit tudni kell róla? Igen, Sándor nagyon sokszor állított ki, illetve sokszor megfordult Karcagon, hiszen ő a testvértelepülésről, Ómoravicáról, Bácskosudfalváról származik, és emiatt is fordult meg többször városunkban, illetve nem csak itt, hanem a Bereki alkotótelepen is többször előfordult, többször részt vett rajta. Innen volt az a kapcsolat, hogy aztán, amikor Jugoszláviában ugye kitört a háború, akkor a Berek Debrecenbe költözött, és Debrecenbe települt át, és akkor ott élt, Debrecenben élte le az életét, az élete végét, és tavaly lett volna 70 éves Sándor, és most ezért ezen a Sándor nap alkalmából megnyitjuk ezt a kiállítását. Itt egy három kompozícióban álló festménnyel állunk. Érdekes figurákat használ, és érdekes a színvilága is. Igen, tulajdonképpen őt azt mondhatnám, hogy nem is annyira figurák ezek, mert ha jól megnézzük ezt a triptihont is, amit mögöttem látható, egy élménynek, egy expresszív élménynek a megjelenítése, az jelenik meg a képein általában, és hogyha megnézzük, mindenütt azt látjuk, hogy egy benyomás, amit meg lehet találni a képei alapján. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ő pontosan annak a művészetnek, de majd ugye ezt el fogja mondani a művészettörténész, aki sokkal szakavatottabb, mint én, a művészetnek azt az ágát művelte ő, tehát itt a kiállításon azt látjuk, amikor egy benyomást, egy élményt jelenít meg, hogy benne mit kelt adott esetben egy francia nyár, vagy adott esetben egy táj, milyen érzést okoz, milyen érzést alakít, tehát benne keltött is a hangulat, tehát hogy milyen hangulatot ad közzé ezzel a képpel. Azt gondolom, hogy ugyanazokat az élményeket azért nem éljük át a képei előtt, de azért hasonlóan el tudunk menni mondjuk Párizsba és különböző helyekre, ahol ő is járt. Meddig lesz látható ez a kiállítás? Igen, tulajdonképpen még annyit azért szeretnénk mondani, hogy tulajdonképpen mindenkiben kelthet egyfajta véleményt, egyfajta érzést bármelyik kép, hogyha megnézik majd. Nem biztos, hogy pontosan ugyanaz tükröződik vissza, ugye, ami a felirata, de nem is ez a lényeg ennek a művészetnek. Úgy tervezzük a kiállításunkat, hogy a Kovács Mihály napok előtti időszakban, tehát május elejéig lehet látogatni, feltételezhetően május 1-e még az utolsó nap.
És akkor hétfő és vasárnap kivételével munkaidőben látogatható a múzeumban ez a kiállítás. Így van, tehát hétfő és vasárnap kivételével tulajdonképpen 10-től 17 óráig látogatható. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Köszöntöm nézőnket, Kuruc Istvánnal beszélgetünk, hiszen mögöttünk javában zajlik már a verseny. Mi is ez pontosan? Ez a verseny végeredményben a kettes korcsoportnak az országos diákolimpiai döntője kötött fogásban, mely egyben a 22. Kuruc testvérek emlékversenye. Kérdésre visszatérve, hogy hogy indult, mint indult, mint ahogy a megnyitóban elmondtam, 22 évvel vagy 23 évvel ezelőtt ugye elhatároztuk édesapámmal, illetve Kaposvári Gézával, akkor a magyar, illetve a Szolnok megyei birkozó szövetség elnökével, hogy a Karcagon idáig rendezett versenyek most már olyan színvonalak, hogy jó lenne, hogyha ebből egy országos versenyt hoznánk létre, és ekkor alakult meg az, hogy akkor ez legyen a Kuruc testvéreknek a birkozó emlékversenye. Megnyitóban elmondtam, hogy 11-en voltak testvérek, 5 fiú volt, 6 lány, az 5 fiú mind birkozott, illetve mindegyiknek kövező, illetve útépítő volt a szakmája. Volt olyan időszak, amikor például a Budapesti Vasassal a NB1-be jutásért döntőt birkoztak, amely döntetlennel ért véget, és ennek 5 karcagi volt a versenyzője. Hogy erre a versenyre honnan jöttek, tehát itt az elmúlt versenyeken olyan eredményt kellett az ide az országos döntőbe bejutottaknak elérni, hogy a pontszámuk alapján indulhassanak ezen a versenyen. Itt már tehát a döntőről van szó. Ha végignézünk, láthattuk, hogy Szombathelytől, Szegedtől, Cegléttől, az összes fővárosi egyesület, a Vasas, a Fradi, az Újpesti Dózsa, elnézést, lehet, hogy mindenkit nem tudok felsorolni, de itt van Diósgyőr megyén képviseletében, több helyről vannak itt, és ez egy nagyon jó érzés volt, hiszen itt olyan edzőkkel, olyan kollégákkal találkoztam, akik annak idején, akik Karcagon végeztek általános iskolát, és a birkozás révén feljutottak valamilyen középiskolába, például a Budapesti Vasasba, azoknak a gyerekeknek az edzői itt vannak, és jó esélyérzés volt ezekről a gyerekekről, ezekkel az edzőkkel beszélgetni. Örülök, hogy édesanyám még itt lehet a családból, közvetlen családból ezen a versenyen, aki már azért ebbe az évbe betöltötte a 89. évét, és szerencsére még mindig itt tud lenni, én bízom, hogy benne, hogy ez sokáig így lesz. Örülök neki, hogy nagyon sok családtag részt vett ezen a versenyen, és hát a családtagokon belül is még külön örülök annak, hogy Tóth Krisztián a válogatottal való felkészülésével azért egyeztetve meg tudta azt magának engedni, hogy részt vegyen ezen a versenyen, aki ugaszt, hogy nem birkozásba, de cselgásba, világbajnoki második helyzet, illetve most Riónak olimpikonja volt. Én úgy gondolom, hogy itt, aki végignézi ezeket a mérkőzéseket, láthatja azt, hogy ezek a fiatal sportolók mire képesek, hisz van, aki el se tudja képzelni, hogy milyen fizikai teljesítményt nyújtanak itt. Hozzáteszem, hogy aki ide bejutott, azok már több éve űzik ezt a sportágot, és nagyon-nagyon szorgalmasan készülnek mindezekre a versenyekre, és én tényleg bízom abba, hogy egy olimpián, egy rendes felnőtt olimpián tényleg ott lehetnek, és jusson majd eszükbe az a pillanat, hogy mikor diákok voltak, és itt is bejött az olimpiai láng. Én bízom benne, hogy többen megfogadták magukba, hogy úgy fognak dolgozni, hogy ott lehessenek. Mit kell tudni a karcagi versenyzőkről, hiszen itt azért elhangzott, hogy neves versenyzők vannak, azért a karcagiaknak sem kell szégyenkezniük. Hát ha most a régiebbekről beszélek, akkor ugye mondhatom Balla Andrást, aki Amerikában világbajnokságot nyert, mondhatom Ferenci Istvánt, aki nemzetközi versenyen szerepelt, illetve mondhatnám Fekete Antalt, aki nemzetközi versenyen szerepelt, és a felkerült Fővárosi Egyesületben 21 gyerekünk leérettségizett, 21-ből 20 letechnikusi minősítézőt, és abból jelenleg 8-an egyetemet, főiskolát vagy végezték már, vagy járnak, és ez egy nagyon nagy eredmény. Én úgy vagyok vele, hogy első a tanulás, második a tanulás, harmadik a tanulás,
és a szabadidőjéből lehetőleg a legtöbbet a sportágra fordítsanak. Ki képviselik most Karcagot ezen a versenyen? Karcagi versenyen, akik most képviselnek bennünket, az Tarjányi Gergő, aki elmondta az eskünek a szövegét, illetve Nagy Sándor, aki behozta az olimpiai lángot. Hát szurkolni fogunk neki, a Tarjányi Gergőjét mindjárt a Szőnyegen az 5. mérkőzése lesz, úgyhogy majd szorítunk nekik. A karcagiaknál annyi előny van, hogy ennek a korosztálynak a legfiatalabbjai, és még ők jövőre is ennek a korosztálynak lesznek a tagjai, hisz egy korosztály 2 évet foglal magába. Hát akkor reméljük a dobogót, kívánjuk nekik a dobogót, és eredményes mai versenyzést kívánunk mindenkinek. Köszönöm szépen az itt lévő versenyzők, edzők nevében, és köszönöm azt, hogy a Karcag TV minden évben figyelemmel kíséri ezt a versenyt, és ezt később a karcagi televízióban lehet is látni. És én ezt nagyon nagy tisztelettel köszönöm mindenkinek. Domokos Sárával beszélgettünk, hiszen a elmúlt napokban egy nagyon szép versenyen szerepeltél. Mi volt ez a verseny, és hanyadik lettél? Ez egy országos diákolimpiai döntő volt, ahol második helyezést értem el. Gratulálok akkor ehhez. Nagyon nehéz volt a verseny. Mennyivel maradtál le a dobogóról? Egy hajszállal. Igen. Ilyenkor mit érez az ember? Bosszú saját magára, vagy örül a második helynek? Igazából elgondolkoztam a végén, hogy mit is ronthattam el, és ez egy kicsit bosszus volt, mert olyat rontottam el, amit tudtam. Hát gondolom, hogy a verseny izgalmaiban, de mit kell tudni rólad, mióta versenyzel, mi a legjobb eredményed? 5 éve versenyzek, és magyar bajnok ki első hely a legjobb eredményem, valamint diákolimpián elért első helyezés a legjobb eredményem. Mit jelent számodra a birkózás? Tehát mióta birkózol, fegyelmezettebb lettél, vagy mit változtál? Igazából kaptam egy új családot, és már az edzők is olyanok, mintha a szüleim lennének, a csapattársaim pedig a testvéreim lennének, és így kaptam egy pluszt, hogy eltölthetem itt a fölösleges időmet, és ez boldoggá tesz. Amikor kezdted, én emlékszem, hogy rajtad kívül én úgy emlékszem, hogy akkor nem volt még lány versenyzője a csapatnak, most azért már vagytok többen, tehát akkor ti is kezdtek beállni a fiúk mellé, hiszen akkor még azért te fiúkkal edzettél, fiúkkal versenyeztél. Igen, való igaz, hogy most már több a lány, ez köszönhető a toborzásnak is, és nagyon lelkesek. Sajra a lányok! Hát én gratulálok az eddigi sikereidhez, és mi a következő versenyed, és hol? Legközelebb magyar bajnokságom lesz már a nagyobb versenyek közül, azt még nem tudjuk, hogy hol lesz megrendezve, de erre készülünk most, majd most elsősorban a fiúkra fektetjük a hangsúlyt. Hát akkor én azt kívánom, hogy akkor legyen meg az a legfényesebb ismét, és sok-sok szép birkózó sikert még neked. Nagyon szépen köszönöm. Tiharnyis Tiborral a mai verseny elnökével beszélgettünk, de a karcagi versenyzőkről, hiszen úgy tudom, hogy 2 versenyző szeptember óta önnél van. Mit kell róluk tudni? Hát igen, 2 csodálatos versenyzőt kaptunk Karcagról. Újfalvi Csaba és Újfalvi Lili személyében, és az elmúlt héten éppen Újfalvi Lili bizonyította be a női diákolimpián, hogy bronzérmet tudott szerezni. A döntő mérkőzésen vezetett, de a rutintalansága és a hév elvitte, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy itt, amit Karcagon végeznek szakmunkát, és Kurusz Pista bácsi barátomat meg kell említeni, hiszen a mi barátságunk az évtizedekre visszanyúlik, és hetente informálódik a versenyző iránt, tehát szinte mondhatom azt, hogy napi kapcsolatban vagyunk vele. Mi várható a 2 versenyzőtől, tehát mit lát bennük, hogy meddig tudnak eljutni, hiszen azért még fiatalok, tehát előttük van még jó néhány év. Hát én úgy gondolom, hogy olyan szülői háttérrel rendelkeznek, és a szülők vállalták ezt a nagy utat, Kecskemétre költöztek, illetve a Csabi az egy olyan sportiskolába jár, ahol délelőttönként 2-szer hivatalosan, úgymond a iskola időben van edzésen, és délután 5 edzés. A Lili az pedig most fog olyan iskolába, olyan gimnáziumban jelentkezett, ahol másodikként be is jutott, már a fölvételit megnéztük, ahol szintén heti délelőtti 2 edzés szerepel az iskolai programba. Tehát én úgy gondolom, hogy
ez egy akkora előny a két fiatalnak a heti hét edzés, még más fiatal három, esetleg négyet tud edzeni, és hogyha ezt beszorozzuk hetente két-három edzéssel, az heti 12 edzés, azt beszorozzuk egy évbe, az már akkora előnyt és pluszt ad a két versenyzőnek, és az mellett, hogy fogékony versenyzők, jól képzett versenyzők, és céltudatosak. Tehát akkor így ahogy annyira lelkesen beszél róluk, tehát azért ön ismeri a tehetségüket, de ahogy így hallgatom, akkor azt gondolom, hogy még évekig nagyon sokat fogunk róluk hallani, és hát reméljük, hogy azért sok dobogós helyezést is elhoznak. Én ebben mindenféleképpen biztos vagyok, hiszen ezen az úton járnak, és edzésen és versenyen mindent megtesznek a siker érdekében. Akkor én önnek is azt kívánom, hogy legyenek sikeresek, és hát a két fiatalnak pedig az, hogy öregítsék még karcagi nevét, hiszen azért mégiscsak karcagiak ők. Igen, köszönjük szépen, és mi pedig gratulálunk ehhez a csodálatos versenyrendezéshez, és én bízom benne, hogy sok ilyen verseny lesz még itt Karcagon. Szűcs András vezetőedzővel beszélgettünk, itt mögöttünk már javában zajlanak a versenyek, van karcagi, aki már túl is van, úgy tudom, az első mérkőzésén. Mit vár a mai naptól a karcagiak esetében? A területi selejtezőn három karcagi fiú indult. A háromból kettő bejutott az országos döntőbe. Azt várom mind a két fiútól, hogy az első ötben végezzenek. Ez egy reális elvárás, bár az egyik fiunk már elszenvedett egy vereséget, de egy nagyon jó képességű, jó ellenféltől, de nagyon bízom abban, hogy a továbbiakban ez a fiú a Vigaszágra viszi, és ott Arjányi Gergő tovább tud majd menetelni. A másik versenyzőnk, aki nagyon tehetséges és nagyon szorgalmas, Nagy Sándor, ő 63 kilóba indult, őtőle mindenképpen érmet is várok. Ilyenkor nem nagy teher ez a gyerekeken? Tehát érzik, hogy az edző mit vár tőlük, a szülők mit várnak tőlük. Tehát ilyenkor hogy lehet őket lenyugtatni a verseny előtt, vagy pont ez a pörgés kell? Nem teszem rá a terhet. Én csak megemlítem a lehetőséget, hogy arra gondolok, hogy ők akár az első ötben is tudnak végezni. Úgyhogy semmi szín alatt nem teszek rá terhet, hiszen ők most még első évesek ebbe a korosztályba, nem is túl régóta versenyeznek, majd a jövő évi diákolimpia, ami reményeink szerint ugyanebben a korcsoportban ugyanitt lesz Karcagon, ezt már éjjel kitaláltam, hogy ezt meg fogom pályázni, és meg is fogjuk nyerni, na majd akkor kell nekik igazából megmutatni, hogy mit tudnak. Mindkét fiú, aki itt van, nagyon szorgalmas, és nagyon bízom benne hosszú távon. Beszéljünk egy picit azért a közeljövő eseményeiről is. Mi lesz a következő verseny, amelyen indulnak a karcagi színekben, és mi várható ott még mondjuk a nyár közepéig? Én nagyon szívesen beszélek a múlt hét végéről is, ahol is ugyan a lányoknak volt diákolimpiája. Ott három lány indulhatott volna, abból kettő nem tudott elindulni, mert túl sokat betegeskedtek, és túl sokat hagytak ki. Így csak Domokos Sára indult a serdülők között, és nagyszerű birkózással, három plusz győzelem után bekerült a döntőbe. Ott viszont sajnos vereséget szenvedett, de az olimpiai, diákolimpiai ezüstérem is, amit Sára múlt héten szerzett, nagyon szépen csillog. A jövő programja pedig úgy néz ki, hogy április 22-én mindhárom korosztályunknak, tehát a diák 2, diák 1-es, a serdülő korosztályunknak területi bajnoksága lesz, ami szintén kvalifikál az országos bajnokságra. Úgyhogy azt célozzuk meg, és ott szeretnénk minél jobban szerepelni. Hát én azt kívánom, hogy legyen még sok-sok érem a nyakukban, hiszen azért itt Sárával az előbb beszélgettünk, ő is nagyon optimista a jövőt illetően, és azt mondta, hogy igyekszik mindent megtenni azért, hogy dobogós legyen. Igen, most járom az iskolákat, főleg a György István Katolikus Általános Iskola nagyon jó partner abban, hogy minél több gyermekkel megismertessük a birkózás alapjait. Itt a első, második, harmadik osztályosokra gondolok, és nagyon-nagyon élvezik azokon a testnevelési órákon, amelyeken én ott vagyok, nagyon élvezik a mozgást, és mindenki mondja, hogy nagyon szeretne jönni birkózni, úgyhogy ezúton is a szülőket nagyon szeretném rávenni arra, hogy engedjék, hozzák le a gyermeküket birkózni. Lássák meg, milyen csodálatos sportág ez. Reméljük, hogy még sok-sok karcaginak szurkolhatunk diákolimpián is, és magyar bajnokságon is, hiszen azt gondolom, hogy az első hely az mindenki fejében ott van, és ezért az ön segítségével mindent meg is tesznek. Igen, bízom abba én is. Hajrá Karcag, hajrá fiúk, hajrá lányok, gyertek birkózni!
Köszöntöm hallgatóinkat, a református gimnáziumban vagyunk, hiszen hamarosan kezdődik egy biblia történeti vetélkedő, erről Türke Beátával beszélgetünk. Köszöntöm a hallgatókat én is. Köszöntöm nézőinket, a Karcagi Nagykor Református Gimnáziumban vagyunk, mögöttünk már gyülekeznek a diákok, hiszen hamarosan kezdődik a biblia történeti vetélkedő, Türke Beátával beszélgetünk erről. Mit kell tudni, kik jutottak be a mai döntőbe? A mai versenyről azt kell tudni, hogy ez a harmadik biblia ismereti vetélkedő az iskolánkban, az elmúlt két évben volt már ilyen, akkor kimondottan a Bibliának egy-egy könyvéből zajlott a verseny, de az idén, mivel a reformáció 500. évében vagyunk, ezért kimondottan ennek a jegyében zajlik majd a verseny, és inkább egy egyháztörténeti ismeretekről fognak tudni a gyerekek számot adni. Nem volt előzetes forduló, minden osztályból egy, illetve van egy osztály, onnan két csapat is jelentkezett, csapatonként négy fő fog részt venni a versenyen. Aki most belép a gimnázium ajtaján, ott az aulában azért sok kis puskát lát, hiszen azért ki van rakva nagyon sok tabló, amiről sok-sok információt még utolsó pillanatban is össze lehet gyűjteni. Így van, a Magyar Biblia Társulat adott ki egy anyagot, a Biblia és a Reformáció címmel, ezt használtuk fel ennek a versenynek az anyagának, elkészítettük ezeket a tablókat, kinyomtattuk, és kimondottan ezekről a tablókról lesznek a kérdések, úgyhogy ebből a szempontból egyszerű dolga van a gyerekeknek, mert csak az előcsarnokban lévő információkat kell összegyűjteniük. Reméljük, hogy akkor ezt már sokan meg is tették. Ez már nem az első rendezvény ehhez az évfordulóhoz kapcsolódóan, hiszen amikor elindult az év, akkor is itt voltunk, akkor biblia felolvasással kezdték. Mi minden várható még? Ez a rendezvény sorozat ugye január 31-én kezdődött, az országos biblia felolvasó rendezvényhez csatlakozott az iskolánk, és volt egy teremdekorációs verseny, aminek az eredmény hirdetésére is ma fog sor kerülni itt a verseny végén. Minden osztálynak az volt a feladata, hogy az 500-as szám jegyében kimondottan a reformációhoz kapcsolódóan dekorálja újra az osztálytermét. Ez meg is történt, és nagyon szép egyedi kézzel készített rajzok, illetve montázsok kerültek elkészítésre. A bibliai ismereti vetélkedő is ehhez kapcsolódik, illetve majd ősszel, szeptember végén, októberben, amikor igazán az évforduló fog közeledni, akkor lesznek még rendezvények. Tervezünk az 500-as szám jegyében egy vetélkedő sorozatot, ami 500-as sportversenyek lesznek, illetve egy olyan akadályversenyt, aminek az állomásai a reformáció állomásához fognak kapcsolódni, tehát lesz egy állomás Wittenberg, lesz egy állomás Wartburg váráról, és ez lesz majd a záró rendezvény itt, illetve majd a diákoknak októberben, amikor a szokásos fogadalomtétel lesz, akkor lesz az igazi ünnepség a nagy templomban. Az lenne szép, ha 500 feladatot kellene megoldani, de hát ez azért technikaiak és fizikaiak is lehetetlen. Kik segítenek ma a zsűri munkájában önnek? A zsűri elnöke Nagy Éva igazgatóhelyettesünk, illetve Fazakas Márk lelkész úr és Székely Éva tanárnő lesz a zsűriben. Akkor én jó versenyzést kívánok a hamarosan kezdődő versenyhez, és akkor reméljük, hogy sok-sok mindent megnéztek a tablókon a diákok, és mindenki sikeresen veszi az akadályokat. Köszönjük szépen! Köszönöm! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket iskolában a harmadik biblia ismereti versenyen. A mai verseny a Biblia és a Reformáció jegyében fog zajlani. A feladatok első oldalához két felismerések fognak tartozni, amit majd PPT-n fogtok látni. Nagyon jó versenyzést kívánok mindenkinek! Köszöntöm nézőinket, Teleki Zoltánnal beszélgetünk, hiszen legutóbb arról beszéltünk, hogy egy edzői vizsgára készül, a ló és lovasa. Érdeklődöm, hogy megvolt-e ez a vizsga, mit tudunk erről elmondani? Én is köszöntöm a kedves nézőket. Március 2-án Kaposváron a Lovas Akadémián részt vettem egy kettes szintű díjugrató és díjlovas edzői vizsgán, ahol szerencsésen sikerült a edzői képesítést megszerezni, ami a Testnevelési Egyetemnek egy egyetemi szintű lovas edzői végzettsége. Ez akkor most önt mire jogosítja? Hát ezt kvázi mondhatnám úgy, hogy egy újabb szakma van az ember kezében.
Ez egy 48 országban elfogadott egyetemi szintű lovasoktatói képesítést akar, ami a Magyar Lovas Szövetség által hivatalosan elismert, és akár munkavégzésre is feljogosít, önálló munkavégzésre. Tehát akkor, ha egyszer az álmai valóra válnának, akkor lenne egy saját ménese, ahol esetleg indíthatna a saját lovasiskolát, de hát ez majd gondolom, hogy egyszer talán megvalósulhat, ezt kívánom, és komolyra fordítva a szót, először is gratulálok ehhez a elért eredményhez. Viszont beszéljünk arról, hogy hogyan szerepelt a ló, hiszen én úgy tudom, hogy volt egy tenyészszemle, amelyen elindultak kabalával. Igen, 2017. március 18-án megrendezésre került Budapesten a Kincsen Parkba a Tenyésztők Hétvégéje nevű rendezvény. A Magyar Sportló Tenyésztő Országos Egyesület, illetve a Magyar Félvér Tenyésztő Egyesület szervezésében 57 mélyjelölt volt az, akit felvezettek, és nyilván egy előszűrésen már átesett tenyészállat jelölt volt. Ezek között vezettem föl én is Kabalát, aki habár nem magyar sportló fajtájú, de a magyar sportló fajta az minden kiemelkedő eredményt elért egyedet elfogad a fajtában, és az Egyesülettől kapott meghívást a ló az elmúlt évi teljesítménye, versenyeredményei alapján, hogy vezessen föl és megnézik, hogy alkalmas-e tenyészállatnak. És hát nagy örömünkre az 57 lóból 36 ló nem kapott tenyésztési engedélyt, és a maradék 21 közé pedig bekerült Kabala, és megkapta a tenyésztési engedélyt a magyar sportló fajtába. Akkor a 21 az egy nyerő szám volt a Kabala számára is. Utána viszont azért nem csak azt nézték, hogy mennyire szép és mennyire tenyészménynek alkalmas, hanem megmérettették a Hortobágyon a következő versenyen is, hiszen előtte önbe jutott ebbe a döntőbe. A téli fedeles versenyek megkezdődtek októberben, és hát a ősszel egy pár fedeles országos minősítő versenyen részt vettem a lóval. Nem gondoltam akkor azzal arra, hogy én majd az országos döntőbe bekerülök, vagy én ott indulni akarok, viszont olyan eredmények születtek az ősz folyamán, ami által a ló minősült a felnőtt országos fedeles bajnokság döntőjére, ami az elmúlt hétvégén került megrendezésre Hortobágyon. És ha már minősültünk, akkor én úgy gondoltam, hogy akkor részt is veszünk a legnehezebb versenyszámban, hiszen országos bajnokság döntőjében még nem lovagoltunk. Megérkeztünk szerdán este a lóval Hortobágyra, és csütörtökön volt az első elődöntő, ahol egy nagyon szép pályát lovagolva jutottunk tovább a középdöntőbe. A középdöntőt szintén sikeresen teljesítettük, és hát bejutottunk a felnőtt országos bajnokság döntőjébe is. A felnőtt országos bajnokság döntője egy nagyon nehéz pálya, és mivel a ló fiatal, még 8 éves lesz, és az ő kategóriája az egyel alacsonyabb, az ő korosztálya alacsonyabb szinten versenyzett, én úgy döntöttem, hogy a döntő 145 cm-es pályájára nem fogok vele belovagolni, hiszen még annyi rutinja nincs a lónak, viszont a elő- és középdöntő 135-140-es pályáit sikeresen teljesítette, és így összesítésben a 20. helyen végeztünk az országos bajnokság döntőjében. Itt azért most röpködnek jócskán a centiméterek, hogy hány centiméteresek voltak ezek az akadályok, de azért, hogyha visszagondolok így gyorsan, azért egy másfél-két évvel ezelőtt még a 120-125 centinél tartottunk, előtte meg azért a 110-nél, tehát azt gondolom, hogy ezek a számok is jelzik, hogy Kabala óriási fejlődésen ment át. Igen, egy jó képességű ló, és nyilván mindent megteszünk, hogy szép lassan és fokozatosan érje el a teljesítménye csúcsát. Én úgy gondolom, hogy még nincs ott. Ahhoz, hogy még magasabb szintre kerüljünk, ahhoz folyamatosan újabb feladatokat kell a ló elé állítani. Persze mindig adni kell neki kisebb, könnyebb feladatot, amit már nagyon könnyen tud teljesíteni, hogy nehogy a kedvét elvegyük, de mindig kell újabb és nehezebb feladatot elé állítani ahhoz, hogy a fejlődés az érzékelhető legyen, és elérjünk oda, ahova szeretnénk. Egy-két éven belül a magyar bajnokság döntőjébe szeretnénk lovagolni. Hát reméljük, hogy így lesz, és lesz-e még idén olyan jelentős verseny, amire szeretnének elmenni? Hát a versenyszezonban már a versenynaptárat megkaptuk, fel is építettem az idei versenytervet, amiben vannak országos minősítő versenyek.
Az egyik célkitűzés az a országos tenyészbajnokság, ahova ha sikerül minősülni ősszel, akkor szeretnék elindulni a saját kategóriájába, a 8 éves lovak kategóriájába, illetve hát a magyar ló fajtának, hogyha ismét lesz országos döntője, ahol tavaly is részt vettünk, ott is szeretnék elindulni. A magyar bajnokság, ami augusztusban kerül megrendezésre, ott úgy gondolom, hogy még nem vagyunk ott, hogy mi a felnőtt magyar bajnokságba el tudjunk indulni, viszont egy kisebb amatőr számba szeretnék vele ott is részt venni. És mit kapott most a ló, hiszen azért őt meg kell jutalmazni ilyenkor, milyenkor a jutalom? Hát természetesen a jutalom nem maradhat el már, amikor a pályáról kijön a jól megérdemelt répát, és hát nagyon sok jó szót, simogatást, egy kis legeltetést minden napra, úgyhogy vigyázunk rá. És természetesen nem csak a lónak az érdeme ez, illetve nem csak az én munkám, hanem a tulajdonosnak, a támogatónak, a Kunlovardának, aki biztosítja a feltételeket és támogatja azt, hogy ilyen szinten tudjunk versenyezni, hiszen a megyéből egyedüli lovasként én vettem részt ezen az országos bajnokságon, egyedül minősültem. 27-en indultunk, 27-en jutottunk be egyébként az országos bajnokság döntőjére, és a megyéből én voltam az egyedüli lovas. Azt gondolom, hogy még szerencs, hogy a ló nem érzi, hogy ilyenkor milyen teher van rajta, ilyenkor csak a lovas az ön tudja, hogy azért ott bizonyítani kell megyebeli egyetlen indulóként is, de azért önöket láttuk már több alkalommal, hogy nagyon összeszokott páros, tehát minden rezdülésére figyel a ló önnek is, és ön is figyel, tehát én azt gondolom, hogy még 5-6 évig nagyon sok sikert fognak hozni a városnak is, és a lovardának is. Hát reméljük, és mivel a tenyésztési engedélyt is megkapta, úgy gondolom, hogy most már a csikói is majd miután megszületnek, ők is az apjuk nyomdokaival léphetnek, és hát majd várjuk a jelentkező hölgyeket hozzá, akik szeretnék megismerni Kabalát. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Gulyás Zsolt érseki tanácsos plébános, akivel a húsvéti ünnepkörről beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Gulyás Zsolt érseki tanácsos plébános, akit szeretettel köszöntök stúdiumban, és örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Most köszönöm a meghívást is. Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Zsolt atya, azért hívtuk ma meg egy stúdióinterjúra, mert hétvégén ugye nagy ünnep lesz, húsvét egészen pontosan, és a húsvétról, mint ünnepről, annak a jelentőségéről, az üzenetéről szeretnénk az ön álláspontját, az ön nézeteit megkérdezni. Hogyan készülnek, talán kezdjük azzal, hogy hogyan készülnek a katolikus egyházban, és önök itt Karcagon például erre az ünnepre? Igen. Hát szerte a világon a keresztényeknek a legnagyobb ünnepe a húsvét, hiszen a megváltásnak a lényegét ünnepeljük, Jézusnak a szenvedését, halálát és föltámadását. Ez nálunk katolikusoknál három szent napnak nevezzük, de ugyanígy ezt a három napot a református testvéreink is megélik. A húsvétra készülődés, vagy akár ugye a húsvéti szakról, amikor beszélünk, az hamvazú szerdával kezdődik, és pünkösd vasárnap fejeződik be. Tehát valójában a hamvazú szerda az 46 nappal van húsvét előtt. Ez azért érdekes, mert hogy vasárnap nem böjtölünk. Tehát vasárnap, még a nagybőjt időszakban is az Úr Jézusnak a föltámadását ünnepeljük meg. Tehát hogyha kiszámoljuk, hogy 6 hét az 42, és szerdától vasárnapig még van 4 nap, akkor így jön ki a 46 nap, illetve levonjuk a 6 vasárnapot, és lesz belőle 40 nap. És utána pedig Jézus föltámadás után 50 napig ünnepeljük az örömöt, hogy Jézus föltámadt, és megmutatta számunkra, hogy ő a halálnak a legyőzője, és ő az életnek az ura. Tehát valójában az egész keresztény létünk ebben fogalmazódik meg, hogy Jézus Krisztus föltámadt. Ezzel igazolta az ő isteni mi voltát, hogy ő a második isteni személy, és valóban ő az, aki az élet fölött rendelkezik.
Ezért nekünk keresztényeknek ez a legnagyobb ünnep. És hát a nagyböltnek több cselekedete is van, ami a húsvétra készít bennünket. Van egy belső készület, meg testünkkel is igyekszünk. Tehát például ugye van két szigorú bölti nap nálunk, ez a hamvazó szerda és a nagypéntek. Ez azt jelenti, a szigorú bölt 18 éves kortól 60 éves korig kötelező. Ezeken a napokon háromszor lehet étkezni, húsmentesen, és csak egyszer lehet gyúrakni. Természetesen a fiatalabbakat és az idősebbeket is bátorítjuk, hogy testileg is, amit az egészségük megenged, illetve amit szívesen tudnak vállalni, azt tegyék meg. Ezen kívül, hogy a lelki készületnek az egyik ilyen fontos imádsága nálunk a keresztút, ahol az Úr Jézusnak a szenvedését éljük át 14 állomáson keresztül, a 15. állomás pedig Jézusnak a föltámadása. Hát sajnos az idén nem jutottunk ki a Kálvária dombra a hívekkel, de a Györfi István Katolikus Általános Iskola diákjai a lelki napon, ez ami éppen most járják a keresztutat a gyerekek. Bocsánat, miből áll ez a keresztút? Ahogyan említettem, Jézusnak a szenvedés története egészen onnantól, hogy Jézus Pilátus elítéli, fölveszi a keresztet, és ami egészen odáig történik, amíg el nem temetik az Úr Jézus. Tehát az első állomás, hogy Jézus Pilátus elítéli, a 14. állomás pedig, hogy Jézust eltemetik. És a közbeelső szakaszok, tehát első szakasz, hogy első állomás Pilátus elítéli Jézust, második Jézus vállára veszi a keresztet, harmadik állomás Jézus először esik el a keresztel, negyedik állomás, hogy Jézus találkozik édesanyjával, ötödik állomás, Cirenei Simon segít vinni a keresztet, hatodik állomás, Veronikának a kendője, hetedik állomás, Jézusnak a második keresése, a nyolcadik állomás, hogy Jézus találkozik a síró asszonyokkal, vagy jeruzsálemi asszonyokkal, kilencedik állomás, Jézus harmadszor esik el a keresztel, tizedik állomás, Jézus megfosztják ruháitól, tizenegyedik állomás, Jézust keresztre szegezik, 12. állomás Jézus meghal a kereszten, majd 13. állomás Jézus leveszik a keresztről is, édesanyja ölébe helyezik, 14. állomás Jézust eltemetik, és a 15. állomás, amivel azért minden keresztút befejeződik, hogy Jézus föltámad. Nagyon érdekes, a templomunkban föl van szerelve a 14 kép, úgy is nevezünk, hogy stáció, és az oltári szentség előtt, a tabernákum előtt kezdődik a keresztút, és odaérünk vissza, mert ugye az eukarisztiában a feltámadt Jézus van jelen. Minden katolikus templomban így van megszerkesztve a keresztút, hogy egyik végén elindul, és a másikon ér véget, és a 15. állomás, hogy pont szemben a tabernákulummal fejeződik be. Hogyan valósítják ezt meg most az iskolások? Ugye az iskolások ugye a Dózsa György úton a Kálvária, a dombon van 14 stáció, ez is nagyon szép. Mindegyik állomásnál imádkoznak a gyermekek. Egy ilyen verses keresztutat imádkoznak el. Az egyik első verszak az Jézus szemszögéből, hogy hogyan áll ezeknél az állomásoknál. A másiknál, hogy mi emberek, illetve nyilván gyerekek, hogy mi gyerekek mit gondolunk erről, hogyan vagyunk. És a harmadik pedig közösen imádkozunk, és kérjük az Úr Jézusnak a kegyelmeit, amit az ő szenvedésével, amit a passióban megadott számunkra. Tehát valójában, hogyha nézzük ugye a lelki készületet, akkor imádságban, jó cselekedetben készülünk a húsvétre, de például a katolikus egyháznak volt most újra nagybölti felhívása, hogy a tartós élelmiszert gyűjtöttünk a szegényeknek. Tehát ez hasonlít a karácsonyhoz. Talán a karácsonynál jobban érezzük, hogy kell adakozni, de ez abból forrásozik, ez a gyűjtés, hogy amikor mi böltünk, akkor nem csak arról szól, hogy most akkor spórolunk, és akkor majd legközelebb elfogyasztjuk, amit félretettünk, hanem hogy azt odaadjuk a szegényeknek. Nyilván ez lenne a lelki töltése, a lelki tartalma,
de inkább úgy gondolom, meg úgy látom, hogy, hogy mindenki, amit odaszán, azt megvásárolja és odaadja erre a célra. Beszéljünk a nagy hétről. Igen. Hát a nagy hét világvasárnappal kezdődik. Ezt mi a liturgiában a szenvedés vasárnapjának nevezzük. Ilyenkor a nagy héten valójában átéljük a passiónak a történéseit. A világvasárnapnak a jellegzetesség, hogy amikor az Úr Jézus bevonul a jeruzsálemi templomba, pálmágakkal dicsérik, hozsannázik a tömeg, megváltó, illetve messiássá akarják tenni, és ilyenkor a katolikus templomokban a passiót, tehát a Jézusnak a szenvedés történetét olvassuk föl. A liturgiánk szerint három évre vannak elosztva az evangéliumok. Most például jelen esetben az A évet éljük, ilyenkor a Máté evangéliumából olvassuk föl a szenvedés történetet. Van a B év, az a Márk evangéliuma, és a C év az pedig a Lukács evangéliuma. És az az érdekes, hogy nagypénteken pedig Szent János evangéliumából olvassuk föl a szenvedés történetet. És hát ilyenkor nagy héten elkezdődik a készülődés, valójában a három szent napban csúcsosodik ki. Nagy csütörtökön az érdekes is ilyenkor van a papi életeknek a megújítása a székes egyházakban. Tehát ugye mi az Egri Főegyházmegyéhez tartozunk, és Egerben 9 órakor kezdődik a krizma szentelési szentmise, mert hogy ezen a napon, nagy csütörtökön két szentségnek az alapítását ünnepeljük. Egyrészt a papságnak a szentségét, illetve az eukarisztiának az alapítását. Úgy is azt mondja, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát az apostoloknak átadja ezt a hatalmat. Nagyon szép, az egyházmegye papsága összegyűlik. Most az idén például, akik bérmálkoznak az egyházmegye területén, azok is eljönnek erre a szentmisére. Tehát valójában nekünk papoknak ott a Egri Bazilikában kezdődik el az ünneplés, és amikor hazajövünk, akkor pedig este elkezdődik az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmise, aminek az az érdekessége, hogy az Úr Jézus mielőtt elfogyasztotta volna a vacsorát, megmosta a tanítványoknak a lábát. Tehát ilyenkor van a lábmosási szertartás, 12 tanítvány odaültettünk, ez általában az egyháztanástagok szoktak lenni, de fiatalok, hittanosok, akiknek a misét végző pap megmossa a lábát. És ilyenkor a nagy csütörtöki liturgia abban szertartás, tehát mindegyik nap egészen eltér a megszokott szentmisétől. Az oltár, nincsen áldás a szentmise végén, mert hogy az Úr Jézust elfogják nagy csütörtök éjszakáján, és ilyenkor van az úgynevezett oltárfosztás. Ilyenkor az oltárainkról leszedjük a terítőket. Vannak olyan helyek, ahol a gyertyatartókat fölborogatják. Tehát valójában ez a fosztás a templomunk ilyen teljesen lecsupaszodik, hogy elkezdődik az Úr Jézusnak a szenvedés, szenvedése. És hát valójában innentől kezdve mindennek megvan a maga jelentősége. Pénteken 9 órától mi is keresztutat végzünk majd, és ez a nap, a nagypéntek az elcsendesedésről szól, a megdöbbenésről. Ugye a keresztben két dolog találkozik, az embernek a gonoszsága, hogy mire képes, tehát hogy ártatlan embert is meg tud ölni az ember, tehát a bűnvel való természetünk, amiben tapasztaljuk a bűnnek a valóságát, és a másik része pedig az Istennek az irgalma, hogy az Isten ennek ellenére mégsem mond le az emberről. Tehát ez a bűnnek a kegyetlensége, és az isteni irgalom, amelyet Isten irgalma szeretetének is nevezhetünk. Szóval ez találkozik nagypénteken. Nagypéntek a szertartás este 6 órakor kezdődik nálunk itt Karcagon. A szertartásnak az a lényege, hogy nem keresztvetéssel kezdődik, mint máskor egy szentmise, hanem a pap piros színű miseruhában a minisztránsokkal kivonul, és a lecsupaszított oltár előtt leborul. Valójában ez a leborulás annak a kifejeződés, hogy meghajlunk Jézus kereszt áldozata előtt,
valójában ebben a lefekvésben. Érdekes dolog, mert a papszentelésben van ilyen leborulás, például amikor engem is pappá szenteltek, akkor amikor a minden szentek litániáját énekeljük, akkor ugyanígy a bazilikában, vagy a szentelés helyén leborulunk, és ez idő alatt a minden szentek litániáját énekeljük. Tehát ez a leborulás, ez a lefekvés, ez mindig a halálnak is a jelképe és szimbóluma. Nem csak egyszerűen térdet hajtunk, hanem leborulunk. Ugye a szertartásokban mindig a pap az, ami ilyen alter ego, Krisztusnak a másaként van jelen, tehát őt képviseljük a liturgiában, őt jelenítjük meg. És utána jönnek a könyörgések, valójában 10 könyörgés hangzik el, és mindenért könyörgünk, a keresztelkedőkért, a zsidókért, a hitetlenekért, tehát mindent oda viszünk Jézusnak a keresztjéhez, és a szertartás abban csúcsosodik ki, amikor jön a kereszt előtti hódolat, amikor térdet hajtunk, megcsukoljuk a keresztet, megérintjük, ahol valójában tényleg ez a megdöbbenés jön, hogy köszönetet mondunk az Úr Jézusnak, az ő áldozatáért, hogy az életét adta értünk. És természetesen még előtte van az evangélium, ahol az Úr Jézusnak a szenvedés történetét olvassuk föl, az ő szenvedését is. Hát valóban a passió is segít bennünket arra, hogy tehát nem csak világvasárnap, hanem nagypénteken is felolvassuk, ahol vannak énekkarok, ott pedig éneklik a passiót. A kettő között az a különbség mondjuk a virágvasárnapi és a nagypénteki között, hogy a virágvasárnapi az ünnepélyesebb, a nagypéntek az pedig le van egyszerűsítve. Tehát ahol kórusok éneklik, ott is egy ilyen egyszerű formában éneklik. És akkor ebben a szertartásban is van szentáldozás, és csendben fejeződik be a szertartás. Illetve a szentsírnak a megnyitása kezdődik el, ami hát általában egy külön kijelölt oltár, nálunk a templomnak a hátsó részében lévő piétánál, a fájdalmas anya szobránál helyezzük el, ott van kialakítva a szentsír, ami azt is jelenti, hogy még inkább elcsendesedik minden, és ilyenkor a liturgiával együtt átéljük azt, hogy Jézust eltemették, és ezen a napon nem szolgáltatunk ki szentséget sem, tehát sem keresztelés, sem esküvő, szentmise sincsen, hanem az elcsendesedés órái jönnek. És nagyszombaton pedig a szentségimádást hirdettünk a híveknek, hogy a templomba el lehet látogatni, és mondta, ebben a csendben, ebben az elmélyülésben éljük át, és próbáljuk úgy a elménkkel, érzületben fölfogni azt, hogy az Úr Jézus mit is tett értünk. Az is érdekes, az előbb az jutott, még eszembe kihagytam egy fontos momentumot, hogy főleg katolikus helyeken lehet ezt érzékelni, hogy nagycsütörtökön elmennek a harangok Rómába, tehát a nagycsütörtöki szentmise az egy ünnepélyes szentmise este is, akkor elénekeljük a dicsőséget. És ilyenkor szólnak a harangok, szólnak a csengők, a minisztránsok rázzák, és tehát, hogy a magasztosság az ünnep, és utána minden elhalkul. Orgona elhalkul, harang nem szólal meg egészen a föltámadási körmenetig. És a föltámadási körmenete újra ünneplünk, és akkor eljutunk nagyszombaton, amikor besötétedik, akkor kell elkezdeni a szertartást, ami a fény liturgiájával kezdődik, tüzet szentelünk, meggyújtjuk a húsvéti gyertyát. A húsvéti gyertya a feltámadt Jézust jelképezi meg, az együtt, hogy 5 szeget helyezünk a gyertyába, az Úr Jézusnak az 5 sebére emlékezve, benne van az évszám, tehát ilyenkor a húsvéti gyertya is megújul, és akkor elénekli a pap az exultetet, ami valójában a húsvéti örömének ezzel kezdődik. Amikor bevonulunk, akkor már a lángot, a húsvéti
gyertyáról meggyújtott gyertyák hordozzák, és a templomot a gyertyáknak a fénye tölti be. Ahogyan említettük, hogy minden jelképé válik, mindennek üzenete van, tehát hogy feltámadásban ez a virrasztás az őskeresztényi korra emlékeztet bennünket, hogy ott nagy szombaton este kezdődött el a virrasztás és a húsvétnak a megünneplése, mert minden vasárnap ezt ünneplük, és ugye az első keresztények idejében is ez volt a jellegzetes. Ugye a zsidó szokás szerint este 6 órakor, amikor a nap lenyugszik keleten, akkor már az az új napnak számít. Tehát, hogyha most itt nézzük, hogy nagyszombaton, zsidó számítás szerint, nagyszombaton este 6 órától már vasárnap van, és a következő nap 6 órájáig tart az a nap érdekesség. Tehát, hogy bizonyos dolgokat a zsidó hagyományokból őrzünk, és benne van a liturgiában is. Tehát, hogy Jézus megtörte a halálnak a sötétségét, a bűnnek a sötétségét, és a fény, főleg amikor ott a templom a gyertyáktól ragyog, ez egy nagyon megható és egészen szintén megrázó dolog, amivel a húsvéti öröm elkezdődik. És akkor még jön a várakozás, amiben 7 ószövetségi olvasmányt olvasunk föl, aztán jön a Szentlecke, az evangélium. Az is érdekes, hogy az Alleluját ugye nagybölt időszakban nem éneklünk, és újra, ilyenkor a pap, aki a liturgiát vezeti, újra beénekli az Alleluját, szinte megtanítja újra hívekkel énekelni, és amikor elénekeljük a dicsőséget, akkor borul fénybe a templomunk. És hát az történik, hogy az evangélium után, ez is így az egyházi szertartásban az alakult kezdetektől fogva, hogy ilyenkor van a keresztelésnek a szertartása. Mert hogy a húsvét éjszakája, ami leginkább megmutatja ennek a szentségnek a titkát, tehát hogy a keresztséggel kezdődik el a krisztusi életünk, és hál' Istennek az idén is lesznek felnőttek, akik megkeresztelkednek. Ez számomra, mint lelkésznek, mint plébánosnak mindig nagy öröm, amikor az egyházunk gyarapszik, és vannak olyan emberek, akik komolyan gondolják a Krisztushoz való tartozásukat. És ez azért érdekes, mert valakivel beszélgettem, és nagyon megdöbbentett, amit mondott, hogy nálunk gyerekkeresztelés van. És gyakran vádolnak bennünket azzal, hogy hát gyerekként nem tud elköteleződni az ember, és ez teljesen igaz, de nem ezért alakult ki a gyerekkeresztelés, hanem nagy volt a gyerek elhalálozás. És valójában vannak, akik felnőttként újra keresztelkednek, mert hogy ő tudatosan akar elköteleződni Krisztus mellett. Ez teljesen igaz, hogy a hitünk az a mi szabad döntésünk, de ilyenkor, amikor megújítjuk a keresztségi fogadást, tehát nem csak, hogy a új keresztényeket befogadjuk és a keresztség szentségében részesülnek, hanem valójában mi, akik Krisztus hívők vagyunk, ezen az éjszakán megújítjuk a fogadalmunkat, a Krisztushoz való tartozásunkat. És ezért itt jön egy érdekes szokás, ami átmegy aztán mondjuk húsvét hétfőre, hogy ilyenkor a szentelt vizet szentelünk, és meghintjük a, megújítjuk a keresztségi fogadást, és meghintjük a híveket. Pontosan ennek emléke, hogy tudatosan vállaljuk azt, hogy mi Krisztushoz tartozunk. Tehát nem kell még egyszer megkeresztelkedünk, mert az a gyerekkeresztségünk az érvényessé vált. De a keresztségben megjelenik ez a halál és a föltámadás, hogy meghalunk a régi életünknek, és Jézus Krisztussal föltámadunk az új életre. És ugye a felnőtteket ilyenkor meg is bérnáljuk. Jellegzetessége a liturgiának, hogy fehér ruhába öltöztetjük a megkeresztelteket, mert hogy minden bűnük eltörlődik a keresztségben, a ősbűn, az áteredő bűn, de a személyes bűnök is teljes egészében eltörlődnek. És az égő gyertya, ők is azt kapnak a kezükben,
szintén a föltámadás hitét jelképezi. Azért érdekes még egy mondat, nem tudom, itt Karcagon még annyira nem hallottam ezt a kifejezést, hogy fehér vasárnap. Ez a húsvét utáni vasárnapot nevezzük annak. Ez is a liturgiához kötődik. Mégpedig a keresztények, akik megkeresztelkedtek húsvét éjszakáján, 8 napig, mert minden ünnepnek 8-ada van, tehát így a húsvétnak is, ekkor vették le a megkeresztelt emberek a fehér ruhát, és ezért nevezzük fehér vasárnapnak. A keresztség megújításánál pedig, amikor a pap meginti szentelt vízzel a keresztényeket, akkor valójában abból alakult ki a locsolkodás, hogy nagyszombaton éjszakán, aki nem tudott elmenni, vitték a szentelt vízből, és meghintették otthon a keresztényeket. Szóval érdekes itt a népi hagyomány, meg az ünneplésnek a szokásai, az is a liturgiából forrásozik. És hát utána a szentmisével újra bemutatjuk a szentmisét, és utána kezdődik a föltámadási körmenet. Természetesen jó időben, de nem csak húsvét, tehát nem csak nagyszombaton, hanem húsvét vasárnap is, és a feltámadási körmenete együtt már megszólalnak a harangok, ami a Krisztusnak a győzelmét, a feltámadás örömét jelenti. Tehát érdekes ez a kettőség, amit megélünk a liturgiában, ilyen nagy bölgben, nagy héten a szomorúságot, a fájdalmat, a halált, a gyászt, és utána, amikor ez a gyász örömmé fordul, és hogy az Alleluiában ezt a belső örömöt, ezt a belső békét, amit az Úr Jézus akar nekünk adni, éljük át. Milyen üzenete van a kedves televízió nézőknek, nézők számára Zsolt atyának húsvétra? Hát számomra a húsvét az az élet ünnepe. Én azt gondolom, hogy az életre, a bűséges életre, és a bőséges élet alatt a szép életet, a kiteljesedett életet értem, amikor tudom, hogy mit miért teszek, tudom, hogy miért élek. Azt gondolom, hogy ha valaki tudja azt, hogy miért él, akkor már tudja, hogy hogyan kell cselekedni. Tehát én azt üzenem, akár hívő, akár nem hívő, akár keresztény, akár nem keresztény, hogy keresse az élet értelmét, és hogy az élet beteljesedését, amit a Jóisten megenged a vallásos embernek, aki meg nem hívő, a sorsnak, amit köszön, hogy egy ilyen szép életet tudjon élni. Tehát ilyenkor tavasszal, amikor a természet újjáéled, amikor gyönyörködünk, amikor a tavaszi napfény, a madaraknak a csicsergés úgy elvarázsol bennünket is, tehát, hogy azt üzenne a természet, hogy az élet az erősebb. És a húsvétnak is ez a számomra az üzenete, hogy a rossztól erősebb a jó, és a halálnál erősebb az élet. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és áldott húsvétot kívánok. Köszönöm szépen, én nagyon boldog, áldott, kegyelem teljes ünnepeket kívánok. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran a továbbiakban is, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, jövő héten visszavárjuk Önöket a képernyők elé, addig is a viszontlátásra mindenkinek!